Szép estét kívánunk mindenkinek 2024. 4.-10-én, valamivel 8 óra után a HPCL 17. szezonjának két megmaradt mérkőzésén, aminek még nem tudjuk az eredményét, ugyanis a vetítésre kerülő találkozóinkat már lejátszották vasárnap, de most mutatjuk meg nektek ezeknek a felvételeit. Hajdunán és Divinus Gaming lesz majd az első mérkőzésünk, 8:30 magasságában pedig az MTK Honvéd rangadóval kedveskedünk nézőinknek. Nézzük is a kezdőcsapatokat, hogy láthatjuk majd a srácokat. Ugye a Hajdunánás már tavaly is itt volt az első osztályban, illetve korábban is. A Divinus Gaming pedig az egyik frissen alakult csapat volt a 16. szezonban, és hát annyira frissek voltak, hogy ennek az erejével fel is jutottak az első osztályba, úgyhogy mindenképp érdekes lesz megfigyelni azt, hogy mire mennek majd itt. Nézzük a Hajdunánás kezdőjét. A kapuban Kecskeméti Antal, a védelemben ebben a 3-5-2-es felállásban Váradi István, Zelei Péter és Szubics Tóth Gergő, a két védekező középpályás Pokoly Zsombor és Pokoly Péter, Igors Barnabás, Burai József és Eszenyi Balázs a támadó harmadban, valamint Nagy Dániel és Kele Márk szeretnének gólokat lőni a csatár poszton. A Divinus Gaming hálójában Debreceni Norbert áll majd, vagy hát kapujában. Itt is egy 3-5-2-es hadrendet láthatunk. Darányi Viktor, Szeg Dominik és Benedek Kristóf. A három védekező játékos előttük két középpályás Szemes László és Dobosevics Tamás személyében. Pintér Ádám, Rónai Alexander és Cinkóci Bence a támadó harmadban, a két támadó csatár pedig Pekár Csaba és Fehér Máté. A csapatok már lejátszottak két mérkőzést, aminek tudjuk az eredményét. A Hajdunánás 2-1-re kikapott a Color City Kazincbarcikától, és 1-0-ra a Szese e-sporttól. Tehát ha a mostani mérkőzésen nyernének, akkor az első győzelmüket ünnepelhetnék. A Divinus Gaming pedig megszerezte első pontját rögtön az első játéknapon, azért fejító együttesek esetében tudjuk, hogy ez nem mindig egyszerű történet, de a New Hungary gárdájával 1-1-es döntetlent játszottak, és hát a második mérkőzésükön ugyan győzniük nem sikerült, de gólt sem kaptak, ezáltal pedig 0-0-ra végeztek a Goalcutters Pro Club teammel. Csak a rendkevér kedvéért ugye az előző szezon végén a Puskás Akadémia nyerte a bajnoki címet hatalmas dominanciával, de tegnap láthattuk azt, hogy nekik sem indult könnyen a szezon, hiszen óriási csatában a Trollfoci úgy, hogy már 3-0-ra is vezetett, végül 3-2-re, kettős ember hátrányban is meg tudta verni a friss bajnokat, így tulajdonképpen már csak két eredmény várat magára, hogy láthassuk, hogy áll majd a tabella, és hogy rendeződnek át az erőviszonyok. Jelen pillanatban egyébként a mai eredmények ismerete nélkül annyit tudunk elmondani, hogy a Trollfoci ott áll három lejátszott mérkőzés után hibátlan mérleggel az első helyen, a másodikon pedig a Color City Kazincbarcik a 7 ponttal. Ugye ők tegnap például leixeltek a Sopronnal, sőt az utolsó pillanatokban egyébként még a győzelmet is megszerezhették volna. A harmadik pedig a Szese e-sport. A Hajdunánásnak és a Goalcuttersnek, valamint az MTK Budapest e-sportnak egy kicsit gyengébben indult egyelőre a hétvége, de talán a Best Byte Honvéd és a Sopron is jobb rajtban bízott, mint ezek az 1-2 pontok, és hamarosan meglátjuk, hogy a Hajdunánásnak sikerül-e
csatlakoznia a mezőnyhöz, és ponttal indítania a hétvégét. Ma is van játékunk, a PSG Barca meccsre várjuk a tippeket az adás végéig, és amennyiben sikerül valakinek eltalálni a pontos végeredményt, vagy ha többen vagy, akkor nyilván több ember között sorsolunk, de egy 5000 forintos PlayStation feltöltő kártyát lehet nyerni, úgyhogy bátorítunk titeket a részvételre, gyakorlatilag egy kommentet kell írni az élő adás alatt, és már is nézzük a mérkőzést, addig is azonban csak a rend kedvéért. PSG Barca meccset az M4 Sporton tudjátok követni, az Atlético Madrid Borussia Dortmund találkozót, mindkettő 9 órakor kezdődik, pedig a Sport 1-en tudjátok nyomon követni, hát szerencsések azok, akik két tévével rendelkeznek esetleg otthon. Szóval, Hajdunánás, Divinus Gaming, lássuk, hogy mire mentek egymással a csapatok. Jó szórakozást kívánunk a mérkőzéshez. Ugye a Hajdunánást láthatjuk sárgában, majd a Divinus pedig, ha minden igaz, akkor feketében. Bízunk benne, hogy így már senki nem süketül meg, és bízunk benne, hogy egy nagyszerű mérkőzés vár ránk. Jó szórakozás tehát. Fehérben láthatjuk majd a Divinust, sárga, kékben pedig a Hajdunánást, Eszenyi, Chuck Norris, Eszenyi. Úgy tűnik a Hajdunánás megpróbál már is nyomást gyakorolni a Divinusre, ők azonban ebből nem kérnek, úgyhogy jött egy Divinus kontra, Pekár, fehér, úgy tűnik, hogy les volt. Perro, Eszenyi. Egymás elleni mérkőzésük hivatalos formában, ugye éppen abból adódóan, hogy a Divinus Gaming a tavalyi szezonban alakult nincsen. Ugye ebből a szempontból is érdekes lesz a mérkőzés, miközben Pintér távol lövését blokkolják. Lakatos, Chuck Norris, Eszenyi. Ez egy jó átadás lehet. Azonban Szek figyel, de már akkor ki komolyabb veszély. Dobosevics, Itusi, Eszenyi, középre passzolt labda, Szeg ismét figyel, néhány másodpercen belül a második nagyon fontos megmozdulása a védőnek. Lakatos, Tinkóci, Dobosevics, Tinkóci, Tépcselek, egy középre passzolt labda, Pekár, Szem, Dobosevics, szép lefordulás, Pekár, ezt már el lehet lőni, el is lövi, azonban jön a blokk, és jöhet az első vendég szöglet. Bánhegyi, Szeg, üres a kapu, fehér, ellövi, megvan a vezetés a Divinus Gamingnek. Hát nem tudjuk, hogy hová jött a kapus, de az biztos, hogy nagyon távol volt a labdától, ő arra számított, hogy le tudja húzni a beadást, azonban ez nem sikerült. Hát rögtön a mérkőzés elején hideg zuhany a hajdunánásiak nyakába, akik ugye általában a mezőny második felében végeznek, az előző évad végén a 9. helyen kerülték el az osztályzót és a kiesést is. Meglátjuk, hogy idén sikerül-e egy kicsit feljebb mászniuk a ranglétrán. Cinkóci, Dobosevics, fehér, ott a második. Mi történik? Fehér Máté duplázik például, kijelenthető, Hajdunánásnak pedig nagyon gyorsan fel kell ébrednie. Eszenyi, Pintér,
Újabb labda szerzés. Perro. Kitusi. Darányi. Ne feledjük, hogy a Divinus Gaming az első két mérkőzésén nem kapott ki. Két ponttal indult, emellé egy ilyen győzelmet begyűjteni. Ezért ez elég komoly mutatvány lenne feljutó csapatként. Chuck Norris. Lakatos. Joey. Zelei. Roy. Ferro. Eszenyi. Ferro. Ellabdázgatnak egymás között. Aztán el is veszítik a játékszert, ismét fehér, most hátrébb lépett a labdáért. Benedek. Dobosevics. Cinkóci. Rónai. 23. perc közben már Dobosevics. Sam. Rónai. Pekár. Joey. Cinkóci elveszíti Pekár, ezek szerint amikor már kijelentettem volna, hogy nem lesz a partjelző kapcsolt. Így marad a 2-0. Néhány centivel lógott be a Pekár Csaba. Eszenyi. Chuck Norris. Sam. Rónai. Egy szép becsúszás, ráadásul a hajdunánás jöhet bedobással. Támadásban eddig túl sokat nem láttunk a hazai együttestől. És tegnap ugye a Trollfaci Puskás Akadémia mérkőzésen, a Puskás Akadémia volt az, ami hasonlóan beragadt. Nagyjából ekkort átjött a harmadik gólja ugye a Trollfacinak, mivel már 3-0-ra is vezettek. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezen a mérkőzésen milyen forgatókönyv rajzolódik ki az idő előre haladtával. A fél idő végéig látunk-e például szépítést? Lakatos. Itt az első esélyre talán. Lakatos. Chuck Norris. Benedek kivágja. Fehér. Pekár. Szép a szélre kitett labda. Cinkóci beadja. Pintér. Kecskeméti kiölti Fehérmester 3-as. Hát bemutatkozik az első osztályban a Divinus Gaming, úgy tűnik. Fehér Máté 33 perc leforgása alatt Mester 3-ast ér el. Hát fel lehet-e innen állni? Ferro. Itihusi. Pokoly. Ferro. Eszenyi. Itihusi ellövi. Norbi kipattan. Chuck Norris. Tépita. Hajdunánás! Már is csak két gólos a differencia. Sam, Fehér, Cinkóci. Cinkóci a 16-osan belül, Cinkóci előheti! 4-1! 4-1! Cinkóci Bence is feliratkozik a góllövők listájára csapatkapitányhoz méltóan. Nincs idő pislogni, 37 perc leforgása alatt 5 gólt látunk. Itiusi. Pokoly. Itiusi. Térről fordul, Rónai. Pokoly. Tek blokkol. Norbi lehúzza. Aztán kidobja a szélre. Cinkóci. Pokoly húzza le. Fehér. Hát nem tudom hány Mester 4-est láttunk mondjuk a HPCL történetében. Kollégáim biztos, hogy tudnának erre válaszolni, akik hosszabb ideje velünk vannak. Én amióta közvetítem a HPCL mérkőzéseit, nem emlékszem rá, hogy lett volna Mester 3-asból és csak párra. Teg. Dobosevics. Cinkóci. Lakatos. Ugye a Divinus Gaming elég meggyőző teljesítménnyel jutott fel az első osztályba. És ezzel a céllel is alapították meg az alapítók a csapatukat, hogy feljussanak, és ez sikerült is nekik.
És azon túl, hogy a két másik mérkőzésükön nem kaptak ki, nagyon úgy tűnik, hogy Hajdunánásra egy csapást mérhetnek, de hát előttünk áll még a második fél idő. Úgyhogy hátradőlni nem lehet. Ahogy tegnap már jeleztük nektek, ugye ma is érdemes megemlíteni, hogy ugye a K&H, a szponzorunk, ők támogatják a HPC-t, ahogy meg annyi számos más e-sport kezdeményezést. Ezt köszönjük nekik mindenképp. Azt gondolom, hogy srácok, akár tegnap, akár a ma vetítésre kerülő mérkőzéseken abszolút felnőnek az elvárásokhoz izgalmi szempontból. Miközben a Diminis Gaming újabb kontrát vezethet, Pekár lőhetné el, de nem tudja előni, Kecskeméti pedig jön segíteni a társaknak. Így a Hajdunánás előtt a lehetőség, mondom én, de a támadójuk lesre futott. Azért az mindenképp nagyon demoralizáló lehetett, hogy amikor a harmadik kapott gól után sikerül szépíteni és visszajönni két gólra, akkor egyből kap egy negyediket a gárda. Tarányi teszi haza, Norbi pedig végül szögletre rúgja a labdát. Kicsit szerencsétlen mozdulat volt, de lehet, hogy a hazatett labda is váratlanul érintette. Szöglet a Hajdunánás javára. Négyen középen, de Eszenyi kapja kicsiben, Csák Tarisz. Pinkóci blokkol, újabb sarokrúgás. Ismét négyen középpen, viszont most nem jön le senki a kis szöglethez, a beadás érkezik, nagy ellövi mellé. Ekár. Sebes vonatként száguldana végig a szélen. Marad a Divinusnál. A labda. Bedobásnál nincs les, ki is használják. Pekár. Három védő között passzolja el. Rónai. Temi, egy emelés. Gyönyörű megoldás. Volt, mégis egy kicsit talán hanyag. Azzal együtt, mintha a 4-1-es vezetés tudatában egy kicsit lazábban álltak volna ez a támadás befejezéshez a srácok, de hát miért ne élveznék a mérkőzést? Főleg annak tudatában, hogy egyelőre a Hajdunánás nem tud, nemhogy a meccsbe visszajönni, de szépíteni sem. A Divinusnek pedig természetesen tökéletes ez az eredmény. Sam, Rónai. Rónai elveszi Joey-tól. Fehér! Fehér! Lehet, hogy lőnie kellett volna. Teg. Pinkóci. Rónai. Benedek. Pekár. Lövőhelyzet. Eszenyi ismét odaér. Tehát hiába kapja magát össze a védelem, hogyha a középpálya és a támadó sor nem tud érdemben hozzátenni a Hajdunánásnak a minőségjavulásához. Nyilván a sárga kékeknek nem az a céljuk, hogy őrizzék a három gólos hátrányt. Ferro. 69. percre fordulunk. Nagy. Nagy a 16-oson belül, Norbi véd, a kipattanó pedig Dobosevics elé kerül, aki kivágja a labdát. Lakatos, Jack Norris, Rónai, Fehér. Úgy gondolom, hogy egy Divinus gollal minden eldőlne. Pekár, Pekár ellövi, Kecskeméti véd.
Egyelőre nem jön ez a Divinis gól. Pedig nagyon teperélte a gaming. 72. perc. Cinkóci. Nagyon üresen van Szeg. Jó a figura. Fehér próbálkozás előtt azonban Zelei odalép. És így jöhet a hajdunálás. Eszenyi. Eszenyi teszi tovább Tiusinak. Chuck Norris. Hát hiába az öreg Chuck gólja. Sajnos az nem ért négyet. Ez viszont érhet győzelmet. Fehér! Fehér elövi! Ott a Mester 4-es! Hölgyeim és uraim! Fehér Máté, remember the name! Mester 4-essel mutatkozik be a HPCR első osztályában. Fel lehet-e innen állni? Fehér, Tinkóci, Rónai, 77. perc, földön túl is oda a HPCR történetének legnagyobb visszajövetele lenne, ha innen egyáltalán pontot tudna szerezni a hajdunánás. Chuck Norris, Tarányi, Teg, Tinkóci, Dobosevics, Fehér, forintos labda, Pintér, el lehet lőni, Power Shot-tal, 6-1! 6-1! Fehér pedig kioszt egy gólpasszt is. K.O. Rónai. Ferro. Pokoly. Joy. Lakatos. Rados, Dobosevics, bocsánat. Tinkóci. Van még benne? Van még ebben a meccsben gól? Tinkóci. Dobosevics, Rónai. Szem. Jöhet egy szabad rugás. Hát evés közben jön meg az éjfágy, azt szokták mondani, ugye? Nézzük a figurát. Dobosevics ellövi távolról. Kecskeméti olvassa a játékot, és előre rúgja Eszenyinek, aki viszont pontatlanul passzol. Hát romokban a hajdunánás. Fehér, lefordul! Lehet-e Mester 5-ös a Mester 4-esből? Eszenyi. Benedek, Dobosevics. Teg. De amikor már a védők húzogatnak, meg cselezgetnek. Rónai. Raj. 2 perc a hosszabbítás. Egy gólra még lehet idő. Akár egyik, akár másik oldalon. Eszenyi. Dobosevics. Jöhet a bedobás. Tudják kozmetikázni valamilyen szinten a hajdunánás ezt a eredmény. Pintér. Teg. Újabb találat nem születik, de hát azt gondolom, akik látták ezt a mérkőzést egy ideig, nem felejtik el. Fehér. Máté 4 góllal veszi ki a részét ebből a kiütésből. Hát meglepetés a köbön, még akkor is, hogyha itt... egy Pejtó csapatról beszélünk, és a Hajdunánás személyében egy olyan csapatról, aminek elsősorban a bennmaradás volt a siker mércéje az elmúlt időszakban. Nehéz ilyenkor mit mondani egyébként objektív mércével, mert... mert egy 6-1-es találkozó után igazából az ember azon gondolkodik, hogy mit tudna hozzá tenni ez az egészhez, és nem nagyon jutnak eszébe
a szavak. Eszébe jutottak viszont a hajdunánás részéről a csapatvezetőnek, akinek idézzük a szavait. Ő azt mondta, hogy a Szese elleni 1-0-ás bukóval zárult meccs után, amelynél minimum döntetlent érdemeltünk, jött a Color meccs, ahol szintén X-es meccsen újra 2-1-es, azaz szoros vereséget szenvedtünk. Nehéz ilyenkor nyilván a harmadik meccsre kifutni, amire jött a slusszpoén, hogy milyen gólokat kaptunk az elején. A kapus karja egyszerűen nem mozgott úgy, ahogy kellett volna. Ha ez még mindig nem lett volna elég, a szélsőnket kidobta néhány perc után, úgyhogy így parádés esténk lett. Hát igen, a technika ördöge az megtréfálta őket ezek szerint. Ettől függetlenül a Divinus Gamingnek jár a gratuláció, és azt gondolom, hogy Fehér Páté nevére is egy ideig még emlékezni fogunk. Kíváncsiak vagyunk arra, hogy majd az előttünk álló játéknapokon sikerül-e még tovább emelnie az égiszét, az biztos, hogy letette a névjegyét. Úgyhogy gratulálunk a csapatoknak, a hajdunánásnak pedig azt tudjuk mondani, hogy fel a fejjel, mert hosszú még a szezon, és lehet szép sikereket elérni. A második mérkőzésünk a Best Bite Honvéd MTK Budapest találkozó lesz, de csak egy kis szünet után. Addig is figyelmetekbe ajánljuk nyereményjátékunkat, itt a KNTH HPCL 17. szezonjának szerdai streamjén a PSG Barcelona találkozóval kapcsolatban kell megtippelni a végeredményt a stream végéig, és amennyiben ez valaki sikeresen megteszi, akkor egy sikeres tipp esetén nyilván értelemszerű, hogy kinyeri az 5000 forintos PS feltöltőkártyát, viszont ha több nyertes születik, akkor sorsolunk, hogy nagyjából egy 25 percig várjuk ezeket a tippeket, kis szünet, és már is jövünk a Best Bite Honvéd MTK Budapest Esport összecsapásával. Itt is vagyunk, mondtuk, hogy csak egy rövid szünet lesz. Best Bite Honvéd MTK Budapest Esport. Tehát két csapatnak elég érdekesen alakult az első hétvégéje, hiszen emlékezhetünk arra, hogy az MTK tavaly is egy kicsit beragadt a szezon kezdetkor, és akkor finoman fogalmaztunk azok után, hogy a 15. szezonban végig gyakorlatilag a bajnoki címért harcolt. Nos, vasárnap a DVTK-val 1-1-es döntetlent játszottak, míg a Szese e-sporttól, ugye korábban Veszprém néven láthattuk őket itt a HPCL berkein belül, 1-0-ás vereséget szenvedtek
A Best Buy Honvéd csapata a New Hungary-vel 1-1-es döntetlent játszott, míg a Trollfacitól 2-1-re kikapott. Tehát az egyik bajnok aspiráns ellen csak szoros csatában maradt alul. És jelen pillanatban ugye beszéltünk arról, hogy egy kicsit feljebb szeretnének tanyázni a tabellán, hiszen 9. a Best Buy Honvéd, mögöttük pedig 10. az MTK Budapest e-sport. Az egymás elleni mérkőzésük eredményét egyelőre nem ismerve. Viszont ha az örök mérlegre pillantunk, akkor azért meglehetősen nagy MTK fölényt látunk, hiszen 9 kék-fehér győzelem mellett mindössze 3 vörös-fekete siker született. És ugye a Honvéd a 15. szezonban hiába végzett végül fejtó pozícióba, tehát sikerült feljutniuk. A 16. szezonban mindössze a 8. helyet csípték meg. Igaz, ez egy fejtó csapat esetében azért nem rossz eredmény. Az MTK-ról pedig már beszéltünk, hiszen hiába végeztek az 5. helyen végül egy jó hajrával, azért ők nem olyan reményekkel vágtak neki a mögöttünk hagyott szezonnak, hogy majd az 5. helyre befussanak, és ami még jellemző rájuk, hogy elképesztően sok döntetlent játszanak, tettem is feltétlen azzal volt probléma tavaly mondjuk, hogy nagyon sokszor kikaptak volna a bajnokságban. Egész pontosan a 22 mérkőzés alatt mindössze 4 vereségük volt, aminél kevesebbet csak a második Trollfoci és az aranyérmes Puskás Akadémia gyűjtött vereségeket tekintve, tehát a Sopron is többször kapott ki gyakorlatilag, mint az MTK, viszont volt 10 döntetlenjük, aminél többet meg senki nem gyűjtött. És talán ez okozta a vesztüket itt az aranyéremért, vagy a dobogós helyezésért folytatott csatában. Viszont, hogyha a kezdőcsapatokat nézzük, akkor a Budapest Honvéd kapujában, vagy hát a Best Buy Honvéd kapujában Feketics Szilárd egy ismerős név, Mányi Szabó András, Tollár László és Gergő Viktor a védelemben, előttük a 3-1-4-2-es hadrendben Molnár Máté, Kalmár Péter, Gyurmán Patrik, Csikja Csaba és Drótos Alex a középpályán, Molnár Máté előtt, két támadó pedig, vagy két csatár pedig Antal Alex és Kuruc Attila. Az MTK Budapest kezdőjében Bíró Andrét láthatjuk a golvonalon, tehát itt sincsen változás kapus poszton. Majorosi Krisztián, Cékus, Bence és Rácz András a védelemben, Balázs Falvi Zoltán a védekező középpályás, és itt is a 3-1-4-2-es hadrendben Balázs Falvi Zoltán előtt Máté Balázs, Mihály Barna, Binder Ciprián és Kovács Ádám, a két csatár Kis Ákos és Hristov Alex a csapatkapitány és egyben Rácz András, míg a túloldalon Szilágyi István látja el a csapatmenedzseri teendőket. Már is nézzük, hogy mi történt a mérkőzésen, ugye ezt a találkozót vasárnap játszották, viszont az eredményét nem ismerjük, így mindenképp megvan a varázsa az egésznek. Lássuk, mire mentek tehát egymással a csapatok. A vörös-feketében láthatjuk a Best Buy Honvéd együttesét, kék-fehérben pedig az MTK Budapest
e-sportot. Jó szórakozást kívánunk ez a találkozóhoz is, és továbbra is bíztatunk titeket arra, hogy tippeljétek meg a PSG Barca meccs eredményét, akár szóljatok barátoknak a nagyobb esély érdekében, anyukának, barátnőnek, bárkinek, itt latba tudtok vetni, így megnyerhetitek az 5000 forint értékű PSS feltöltő kártyát. Ennek a streamnek a végéig, illetve a PSG Barca meccs kezdetéig tudjátok ezt megtenni, a pontos végeredményt kell kommentben megírni. Na de innentől a főszerep a budapesti alakulatoké. Jó szórakozás mindenkinek! A Honvéd kezdi a mérkőzést, Anti passzolja hátra Molnárnak, ő pedig Csapcsinak, Alex pedig tovább gurítja a labdát. Hát ha csak fele annyira érdekes találkozót látunk, mint most, a mai játéknap első összecsapásán, akkor azt gondolom, hogy nem lehet okunk panaszra, és bízunk benne, hogy itt azért technikailag nem kerül hátrányba senki. Rácz. Barna. Risztov. Egyből egy power shot. Mányi Szabó blokkol. Rácz. Bazsi. Paklon. Paklon bent a 16-oson belül, azok gyönyörű cselek, de hát Vittorio kapcsol, és kivágja a labdát. Balázs Falvi. Azt gondolom egyébként, hogy egy jó MTK-ra szüksége van a HPCL első osztályának. Bazsi. Barna. Balázs Falvi, vissza Barnának. Bazsi. Balázs Falvi, Risztov. Mert az már most így az első 10 percben látszik, hogy a srácok tudnak látványosan játszani, jó futballt bemutatni. Tényleg ezeket a döntetleneket kéne redukálni ebben a szezonban, és akkor megérkezhetnének az élbolyba, küzdhetnének a bajnoki címért. Mi pedig természetesen ugye idén is azt kívánjuk az első osztálynak, hogy az utolsó fordulóban a lehető legnagyobb izgalmak között dőljön el az aranyérem sorsa. Volt már ilyen csatának a részese az MTK, úgyhogy mindenképp fűtheti őket a bizonyítási vágy, és mondom még egyszer, alapvetően egy nagyszerű együttesről van szó, ami nem felejtett el futballozni. Főleg nem az e-sport takosztályban, ha FIFA-ról van szó. Közben egy kispesti szöglet, Gyurmán adja be, de ez elég pontatlan, úgyhogy akár az MTK kontrázhat is, és kontrázik is. Risztov vezetheti be a 16-oson belőle, nagyon egyedül van, de hát őt ezt nem zavarja, de Feketics Szilárdot sem, az érkező labda gyönyörűen véd, újabb MTK szöglet. Falklon hosszúra íveli át, Feketics elkésik, Rácz azonban nem tudja kapuba fejelni a labdát. A Honvéd azonban egyelőre még nem lélegezhet fel, mert Risztov teszi ki Falklonnak. Falklon egy gyönyörű csellel, Risztov ismét oda tudnak piszkálni. A Honvéd védői Gyurmán volt ezúttal, akinek jár a gratuláció kispestiek részéről. Mányi Szabó. Ha pedig egy kicsit méltattam az MTK-t, akkor ugyanezt megtehetjük a Kispesttel, és vagy hát a Honvéddal, hiszen beszéltem arról, hogy ugyancsak 8. helyen végeztek a bajnokságban, de láttunk már nem egy fejtó csapatot nagyon csúnyán megégni a feljutást követően. Szerintem a legfontosabb célt abszolválták tavaly, és erre az alapra építkezve akár komolyabb sikerekről is fantáziálhatnak a most induló szezonban. Gyurmán, Anti, Gyurmán, Gyurmán tekeri el, bíró André odaüti Kurusz elé, aki köszöni szépen, és megszerzi a vezetést a Honvédnak. Ilyen a kapusok sorsa, óriási bravúr.
után gyakorlatilag kiacsatatlan helyzetbe hozta Kuruc Attilát, Piro André, megvan a Honvédnak a vezetés. Falklon elővi táborol és egy óriási gólt ragaszt a hosszú sarokba! A Honvédnak örömködésre, az MTK-nak búsulásra nem volt ideje. Azonnal egyenlítenek a Hungária körúti srácok. Kuruc Attila, Molnár, Gyurmán, gólra gól! Mányi Szabó. Erről beszéltem, hogy mindkét együttesben van kraft, mindkét együttes be tud mutatni szép játékot. Ciprus, Mányi Szabó, Barna, Vittorio, Alex, Kuruc, Csapcsi, Molnár, Durmán, gyönyörű lefordulás, Kuruc. Öt ember között művészet lett volna eljuttatni a társhoz a labdát, így azonban újabb kontra lehetőség az MTK-nál. Kikényszerített szabálytalanság, jöhet a szabadrúgás. Baklan! Csapcsi fejéről vágódik ki a labda. Jöhet az MTK szöglete. Öten középen. Feketics is érkezik. Úgyhogy most a Honvéd előtt a lehetőség. Kicsit ilyen kézilabda, vízilabda-szerű a mérkőzés. Nem igazán létezik középpálya. Támadásból támadásba lendülünk át. Csapcsi. Alex. Kuruc. Gyors labdajáratás. Zsormán lőni el. Balázs Falvi blokkol, de más is ott volt mellette. Tehát itt kisebb fajta csoda lett volna, ha eljött a kapuig a labda. Gyurmán. Megpróbálta előre löbbölni a labdát. Ez nem jött össze. Rácz figyelt. Érkezünk az utolsó pillanatokhoz az első fél időben. Kovács visszateszi Ciprusnak, Ciprus pedig belelövi Gyurmánba. Nagy a vállalkozó kedv. Ciprus, Barna, Gyurmán, Anti, Molnár, Csapcsi. Ezek szerint les volt. És akkor lehet, hogy a bíró le is fújja. Az első fél időt így van. Egy szerencsés és egy gyönyörű volt láttunk, igaz, a Best Bite Honvéd lövését is, vagy egy gólját is, egy gyönyörű lövés előzte meg. Ha az bemegy, akkor lehet, hogy a forduló gólja is megszületik egyben, így azonban az MTK játékosa nevezhet erre a címre. Fej-fej mellett a csapatok, az MTK inkább a kontrákra játszik, míg a Best Bite Honvéd a gyors labdajáratásokban bízik. Meglátjuk, hogy melyik taktika lehet nyerő a második fél időben. Útjára is indul a labda. Falklon. Pazsi. Barna. Jön a beadás és jön Feketics. Gondolkodik egy kicsit, aztán Mányi Szabónak gurítja a labdát, csak a biztos. Vata. Nem kapkod a Honvéd. Erről beszéltem az előbb. Járatják a labdát, próbálják ügyes passzokkal megtalálni a rést az MTK pajzsán. Anti, ezek szerint nem történt szabálytalanság, nekem egy kicsit furcsa volt ez a szituáció, de hát a bírósportás jobban tudja. Risztov. Ez egy gyönyörű passz Barnának,
Az elasztikó viszont nem működik maradéktalanul, ez a becsúszás viszont szabálytalan, és nagyon jó kérdés, hogy ez itt 11-es vagy szabadrúgás. Épp hogy szabadrúgás. Hát megülhetett a vér a Honvéd játékosainak az elében. Mi lesz a szabadrúgásból? Egy hatalmas kapu Papoklan részéről! Atyavilág! Bazsi, jön a beadás! Kovács, Feketi Svéd, Molnár kifejeli! Alex! Jézus úristen, mekkora kapupát! Lőtt az MTK abból a szabadrugásból. Ciprus! Barna! Feketi is alászalad! És hatalmas szerencséje van, mert Laci kritikus pillanatban tud hárítani. És akkor most eddig egy ritkán látott történet érkezhetne, a cékus nem mentene szintén nagyon fontos pillanatban, de a Honvédnál marad a labda. Anti, Vata, Molnár, Gyurmán, cékus ismét figyel, Kovács, 61. perc, támad az MTK, Rissol, Falklan, Laci, fejeli ki, Kuruc. Alex Csele jó. És az előretett labda is. Kuruc bepasszolja Csapcsinak. Csapcsi tovább teszi Gyurmánnak. Gyurmán előheti, de Ciprus odaér. Hát túl sokat szórakoztak a srácok a labdával. Kovács. Megint ketté szakad a pálya. Védelmek és támadósorok léteznek. A középpálya ismeretlen fogalom. Az elmúlt pillanatokban. Vittorio. Csapcsi. Kuruc. Kicsit színezi egy-egynél is. Vata. Rácz. Mányi Szabó. Láttunk gyönyörű gólt ezen a mérkőzésen, és láttunk egy irdatlanul nagy kapupát szabadrugásból. De azt gondolom, hogy a védelem megmozdulásai legalább ennyire megsüvegelendők. Hát milyen mentéseket látunk ezen a mérkőzésen? Bazsi, Falklan, Barna, Risztov, Falklan, Laci kivágja, 72. perc, Molnár, ez egy jó indítás lehet, Anti meg is kapja, ki lehetne tenni a szélre a labdát, de hát így nem, megint rált, akkor jöhet az ellencsapás, Risztov, Risztov a 16-oson belül, Falklan, egy csel, egy lövés fölé! Hiába öt lövés az MTK-tól. Az elmúlt időszakban ebből csak egy találta el a kaput. Mányi Szabó. Csapcsi. Pontatlan a passz. Megmeyer. Rissov. Kovács. Egy újabb beívelés, Laci, Kuruc, Csapcsi, Megmeyer, Risztov, elövi, Feketics óriási bravúr, és ez egy power shot volt. Úgyhogy óriási elismerés Feketics Szilárdnak. Hosszúra íveli be a szögletet az MTK, de sikerül kifejelni a Honvéd játékosainak, viszont az MTK-nál marad a labda. Falklan, jön a beívelés, Megmeyer mellé. Kanyarodunk a 80. minutumra. Nem mernék fogadni az 1-1-re. De kinek remeg meg a lába? Melyik védelem omlik össze? Csapcsi! Anti! Anti ellövi, bíró! Ott a kipattanó! És les. Kivártam, mert nem volt egyértelmű. Marad az 1-1. Na ezért nem tudnék az 1-1-re fogadni egyébként. Valami dráma ott lobog a levegőben. De kioblik össze, és ki lesz hős? Kuruc.
Gyurmán! Balázs Falvi! 87. perc, túl sok lehetősége már egyik csapatnak sincsen. Labdát szerez a Honvéd, Kuruc, Tékus figyel. Ismét egy óriási mentés, 89. percbe lépünk át. Folklon, Barna, ellövi, Peketic, Rissza belő pattan és belövi a kapuban a labdát, ez pedig nem les. Vezet az MTK 2-1-re. Krisztóf! De még nincs vége! Mennyi a hosszabbítás? 2 perc! Csapcsi! Alex! Csapcsi! Kuruc! Leviszi a célre, a 16-osan belül! Kuruc! Székus! Kivágja a labdát! Van-e még esélye a Honvédnak? Nincs! Nincs! Az MTK megfordítja a mérkőzést! És drámai csatában legyőzi a Honvéd együttesét. Hiába Kurusz találata. Hiába tűnt egy pillanatra úgy, hogy megszerzi a győztes találatot a Honvéd együttese. Végül az MTK örülhet a 3 pontnak. És hát mondhatjuk azt, hogy az MTK visszakapja azt, amit a Honvéd gólnál elvett tőle a sors, hiszen egy kipattanót követően vágta be Krisztóf a kapuba a labdát, és nyeri meg a fővárosi együttesnek találkozót. Így a képen látható mérkőzések eredményét is tudjuk a 3. fordulóból. A Hajdunánás Divinus Gaming találkozó 1-6, míg a Bezvált Honvéd rangadó 2-1-re megnyeri az MTK. Így azt is el tudjuk mondani, hogy az MTK Budapest e-sport ezzel a győzelemmel 4 pontot gyűjt a hétvége során, és megelőzi például az SC Sopron SMARC-t is, fején a 8. helyre, míg a Sopron visszacsúszik a 9-re, tehát a 2. játéknap előtt a tavalyi bronzérmes például csak a 9. Helyen áll, de hát a Puskás Akadémia sem gyűjtött többet 2 pontnál, és a Trollfoci foglalja el az első helyet. Nagyon magabiztosnak tűnt a Trollfoci a Puskás elleni mérkőzésen, és heroikus küzdelemben hódította el 2-ember hátrányban is a győzelmet, és úgy gondolom, hogy ma is láttunk kiváló mérkőzéseket. Ugye 2 kiváló mérkőzést láttunk, különböző forgatókönyvekkel, úgyhogy köszönjük, hogy itt voltatok. Jövő héten találkozunk, és jövő héten fogjuk bejelenteni a mai tippjáték győztesét is, amennyiben valakinek sikerült eltalálnia a PSG Barcelona mérkőzés végeredményét. Úgyhogy köszönjük a figyelmeteket, jó szórakozást kívánunk a BL meccsekhez, és gratulálunk mindenkinek a hétvégéről. Legyen nagyon szép hetetek, hajrá HPCL, hajrá eSport, sziasztok!